Havonta átlagosan 50-en halnak meg az utakon. A balesetek egyik fő oka, hogy a közlekedők nem alkalmazkodnak a változó időjárási körülményekhez, a látási és útviszonyokhoz. A kiugróan magas számok visszaszorításáért az Országos Balesetmegelőzési Bizottság sokkoló kisfilmeket gyártott, amelyben valós segélykérő telefonhívásokat hoznak nyilvánosságra. Most húznál kifele, úristen! Hanyadik kilométernél vagyunk? Hölgyem, mezőcsátot elhagyta már? Nem tudom! A kisfilmben egy súlyos baleset bejelentője nem tudja megadni a szerencsétlenség pontos helyszínét, ahova sürgő segítséget kellene küldeni a segélyhívó diszpécsernek. Berzai Zsolt alelzedes, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság főtitkára az M1 híradóban elmondta, a kampánnyal az volt a céljuk, hogy rádöbbentsék az autóvezetőket arra, hogy baleset bárkivel történhet. Egyben arra is fel akarták hívni a figyelmet, hogy a segélyhívó használatakor fontos a helyszínpontos megjelölése, a bejelentő nevének és telefonszámának megadása. Kitért arra is, hogy a rendőrség úgynevezett vörös kódot adott ki az elmúlt időszak baleseti adatai miatt, hiszen 2019. október végéig 13.935 személysérüléses közúti baleset történt Magyarországon. Csak az elmúlt hónapban 71 ember vesztette életét. A kód kiadása azt is jelenti, hogy fokozott ellenőrzésekre, rendőri jelenlétre lehet számítani az elkövetkezendő időszakban, mondta az alezredes.